Ez a lyuk egy 2009-ben történt robbanás során keletkezett ezen a tetőn. A Balkány és Szakoly határán lévő épületben és környékén 2004-ben több mint 580 hordónyi a festékiparban keletkezett veszélyes hulladékot helyeztek el illegálisan. Jelenleg 411 hordó van a telepen, melynek elszállítását ma kezdte meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal. Román István kormánymegbízott elmondta, az illegális lerakóval kapcsolatos több évtizedes jogi húzavona most lezárult. A hordókat elszállítják, amelynek költségét mintegy 15 millió forintot az ingatlan tulajdonosának kell kifizetni. Amennyiben nem történik meg az illegálisan lerakott hulladéknak az elszállítása, akkor az telekkönyvileg ráterelése kerül az adott ingatlanra. Ugye ezeknek a jogszabályi változásoknak és a munkánknak köszönhetően az elmúlt egy évben 2 millió kilogramm illegálisan lerakott hulladéktól sikerült a megyét megszabadítani. Ez még azt látjuk, hogy még rengeteg feladat van, és ez egy óriási teher és óriási probléma, úgyhogy én mindenkit arra tudnék továbbra is biztatni, hogyha illegálisan lerakott hulladékot lát valahol, akkor például a hulladékradar applikáción keresztül ez bejelenteti nagyon egyszerűen a GPS koordináták közlésével, és a kollégáink pedig eljárnak ezekben az ügyekben. Ez az illegális lerakó közel 20 éven át jelentett veszélyforrást a környező településen élők számára. A közelben ugyanis egy vízmű üzemel. Ugye a Balkányi vízmű két településnek szolgáltatja a vizet, de ez a vízmű hálózat egészen Bocskai kertig tart. Tehát Balkány, Geszteréd, Bökönny, Bocskai kert. Több tízezer embernek veszélyeztethette a vízbázis. Az eseményen elhangzott, az illegális hulladék lerakó telepen korábban állandó szakhatósági vizsgálatokat végeztek, hogy megállapítsák, bármilyen módon mérgezi-e a környezetet az itt tárolt nagy mennyiségű vegyi anyag. Ha nagyobb robbanás lett volna, vagy szivárgás, akkor talajvízbe ezek a veszélyes anyagok belekerültek volna, és elszennyezték volna a vizeket, de szerencsére betonozott, fedett helyen volt. Legutoljára 2018 év végén a katasztrófa időigazgatóság mintázta is a területet, tehát semmilyen szennyezőanyag nem jutott ki. A szakemberek azt mondják, a megyében a Szakoly-Balkány határában lévő illegális lerakóhoz hasonló telepről nincs információ. Inkább kommunális és lomhulladék, valamint építési, bontási hulladékot találtak.